Ez a mese Észak-Indiában kezdődik, ahol egy kis 15 éves fiú a mesteréhez megy a kolostorban, és azt kérdezi, hogy mi a legnagyobb érték az életében. A mester azt mondja, hogy találj meg egy követ, menj fel a hegy, hegységekbe, találj egy követ, és gyere vissza, és másnap azt a követ vidd a piacra. És bárki, aki kérdezi, hogy ez mennyibe kerül, mennyit ér ez a kő, akkor mindig csak mutassál kettő, kettő újat, Nem mondjál semmit, csak mutass kettőt, és hogyha meg akarják venni, csak mosolyogj egyet, és aztán gyere vissza. De, de ne add el nekik. A fiú megtalálja ezt a számára különleges követ, oda megy a piacra másnap, és akkor már fél órán belül már kérdezik is, hogy mennyibe kerül ez a kő. Mutatja, hogy kettő kettő újat, hát ez kettő dollár. Kérdezi, nem mond semmit a fiú, és mosolyog egyet, 20 dollár? Akkor én 20 adok érte. A fiú este hazajön, mondja a mesterének, hogy mester, mester, 20 dollárt ajánlottak a kövér. Mester azt mondja, jó, helyes, de másnap arra kérlek, hogy menjél a múzeumba, és ugyanezt a kőt vidd el. A fiú oda megy, és már, már reggel látják, hogy ö, ott, ott sokan, sokan vannak, akik ilyen régiség, meg ö, ritka kövek, ritka festmények, gyűjtőket már már látott a múzeum előtt, és akkor ö, megkérdezik, ö, kisfiú, mennyit bekerül mennyibe ez a kő? Megint mutatja, hogy kettő, 2000 dollár, akkor 2000-et ajánlok érte. Visszamegy örömmel, már már délben már visszamegy örömmel a mesterhez. Mester, mester, most 2000 dollárt ajánlottak a kőjét. Nagyon helyes fiam, de légy szíves, holnap a régiségboltba. Akkor a fiú oda megy, ott is már többen állnak, mindig keresnek jó alkalmakat, hogy jó vásárláshoz. Megkérdezik, mennyi, mennyi, ez a különleges kő. A fiú megint mutatja a kettőt, és valaki azt mondja, hogy 20 ezer? 20 ezer dollár? Akkor megveszem. A fiú oda megy, és megkérdezi, visszamegy a mesterhez, megkérdezi, mester, most már Léci mondd el, már a harmadik nap Léci mondd hogy, hogy, mi a legnagyobb érték az életemben, miért, miért csinálom ezt. És a mester azt mondja, hogy a te értéked olyan, mint ez a kő. Más-más helyzetek, Más értékeket hoznak az életben. Mindig meg tudjuk változtatni az értékeket. És sokszor az az érdekes, hogy sokszor nem azt az értéket kapjuk, amit ténylegesen megérdemlünk, vagy ahol az igazi belső értékünk fel van használva. Szóval nem, nem azt az igazi értéket kapjuk meg. És ez egy, egy vagy két dolgon múlik. Kérdés az, hogy megengedjük, hogy fényelteli helységben legyünk, a legmaximálisabb értéket hozzuk, ami egy fényelteli hely, helységben van, vagy pozícióban van, vagy félelem is akadályal teli. És ha megosszuk a világgal a belső értékünket, ahhoz hinnünk kell magunkban. Ha a száz százalékban hiszünk magukban, akkor mindig a tényleges értékünket tudjuk hozni, adni és kapni a világban. És beáramoltatni körülöttünk a világban. És ha, amikor elkezdünk hinni a saját értékünkben, akkor a világ előttünk kinyílik. Ez olyan csodálatos, ez egy zen buddhista mese, amit, amit hallottam a napokban, amit meg akartam osztani veletek. Ha bármi kérdésetek van, Léci, írjátok lent a kommentekben. Most csütörtökön lesz személyesen a spirituális milliárdos Itály Polivoda. Ez egy ingyenes program. Ha kíváncsiak vagytok ilyen mesékre, ilyen mély mondani történetekre, mondani való történetekre, akkor jelentkezzetek fel, lájkoljátok ez, ezt a videót, és aki szeretne, csütörtökön jöjjön el. Sziasztok!